A Díszpolgárok az Orgonáért című jótékonysági koncertsorozat 8. alkalmának adott otthont a Bocskai téri református templom múlt vasárnap, május 12-én. Ez ma a 8. koncertünk a Díszpolgárok az Orgonáért sorozaton belül, és itt egy nagyon jó közösség kezd kiépülni az orgonaépítés környékén. Nagyon sokan vagyunk, leszünk remélem ma is, sokan vannak a mi gyülekezetünkből és az adakozók között, a Kálvin tériek közül is, a római katolikus, görög katolikus, más felekezetekből is, de vannak felekezeten kívüliek is, és ez a közösség épül most az orgonánkkal együtt lényegében. Ahogy az orgona újul meg, úgy ez a közösség is egyre erősebb lesz, egyre bővebb lesz. Meghirdettük tavaly októberben, hogy fogadjon örökbe egy orgonasípot, ezt az akciót. Hát nagy örömünkre 10 millió fölötti összeg jött be a számlánkra. 126 orgonasípot fogadtak örökbe, és nagyon sokan fogadtak 16 lábas és 8 lábas sípot is, ami hát 500 ezer, illetve 100 ezer forint nagyságrendű volt. Vannak olyan adományozóink, akik nem kértek sípot örökbe, de ennek ellenére pénzzel hozzájárultak az újjáépítéshez, az orgona restaurálásához. Nagy cég is van köztük, kis cég is van, ők olyan 3,5 millió forint, tehát összesen 13 millió fölött van a bevételünk. Várjuk a további orgona síp befogadókat, örökbefogadókat. Ez az összeg, ami most bejött, ez a 13,5 millió, ez körülbelül a sípok felújításának a 70%-ára lesz elegendő. Van még tehát síp, de hallottam én már többektől, hogy ők még szeretnének majd örökbe fogadni. Szeretettel várjuk, hogy ez megtörténjen. Jelenleg az orgona restaurációja milyen állapotban tart, milyen folyamatban tart? Látjuk már a végét, ahogyan Szabó Balázs legutóbb nyilatkozta. Megtörtént, ami megtörtént, a teljes széllátórendszer felújítása, a fúvók felújítása, a szélládák, a síptőkék, ami hátra van, a sípok restaurálása, és az úgy nevezzük, hogy pneumatikus traktúra, ami azt jelenti, hogy az energia átvitelt biztosítja majd a játszóasztaltól a sípok megszólalásáig. Ezek a munkálatok vannak még hátra. A helyszíni munkák dandárja a július-augusztus hónapban lesz, amikor Szabó Balázs szabadságon lesz, ugyanis ő már a Bécsi Zeneakadémia professzora lett, és hát azon kívül a család öröm érte, a harmadik gyerek is megszületett, tehát kicsit nagy rajta a teher, de ennek az orgonának a felújítását nagyon a szívügyének tartja. Abba bízunk, hogy az év második felében, ezt ő mondta, meg fog szólalni az orgona. Az eseményen elsőként Román Péter, a Bocskai téri református templom lelkésze hirdetett igét, melyben elhangzott: nagyszerű dolog az, hogy olyan zenészek lehetnek ma jelen, olyan zenészek zenei szolgálatát, művészetét hallgathatjuk a mostani alkalommal, akik hivatásukat tekintve orvosok, egészségügyi szakemberek, ugyanakkor elhivatottak arra, hogy zenéljenek. Zenéjükkel, zenei művészetükkel, közös muzsikálásukkal örömet tudjanak okozni. Kiemelte, a zene képes gyógyítani, képes a fizikumunkra, a lelki és szellemi állapotunkra pozitív hatást gyakorolni. A templomunk orgonájának a megmentése már sok-sok évvel ezelőtt szívügye volt az egyházközségnek, és ezért hozta létre a templomi orgona megmentésért alapítványt, aminek a kuratóriumában Balogh Gyárfás vezető szerepet tölt be, és dinamikusan mozgatja ezt az alapítványt. A mostani koncertsorozatnak az a célja, hogy újból és újból új lendületet adjon a gyűjtésnek, hogy újból föllelkesítse a támogatókat, és nagylelkű adományok késztetésére sarkalja őket, adományozásra sarkalja őket. Ez a 8. a koncertsorozatban, és reméljük, hogy nem fog kifulladni ez az adománygyűjtési sorozat, és sikerül a templomunk nagy múltú orgonáját, ezt a régi Angster orgonát felújítani. Még azt esetleg el szeretném mondani erről az orgonáról, hogy Angster József és fiai által készített orgonák közül a református templomokban ez a legnagyobb orgona. Ettől nagyobb orgonákat is készített, de azok római katolikus templomokban találhatók. Így ez számunkra azért is büszkeség, hiszen az ő cégük által készített egyik legnagyobb orgona, a 8. legnagyobb orgona, a mi orgonánk.
Ezt követően Kis Attila polgármester beszédében megfogalmazta, immár 8. alkalommal szervezték meg a jótékonysági koncertet. A sorozat célja a templom orgonájának megmentése, hogy az újra eredeti állapotába kerülhessen vissza. Az eseményt először 2018-ban hívták életre, melyen minden alkalommal egy-egy hajdúböszörményi díszpolgárt is köszöntenek. A mostani alkalomnak Szirágy Imre grafikus művész volt a védnöke, aki a művészethez, zenéhez való kötődéséről tett említést a jelenlévőknek. Beszédét követően egy általa készített festményt adományozott a kuratórium számára. A program folytatásában a debreceni orvos muzsikusok műsorát hallgathatták meg a jelenlévők.